A magyar kanizsai Jován Jovánovics Zmáj általános iskola épületeiben összesen 95 magyar elsős kezdi meg a 2022-23-as tanévet. Az előző évekhez képest ez nagyobb létszám és 4 teljes osztályt jelent. Ugyanúgy a martonosi osztályunk, az adorjáni osztályunk elindul, ezen kívül még szerb nyelven martonoson és velebiten is lesz kombinált tagozatunk. Idén az iskolánkban összesen 795 tanuló fog tanulni, ami egy kis csökkenés a tavalyi évhez képest. Optimizmusra tölt el minket az, hogy az elsősök száma alapvetően nem változik. Idei évet úgy kezdjük, hogy a szerb osztályban nem biztosított a különálló szerb osztály, azt összevonták a harmadik osztályjal. Jelen pillanatban folyamatban van annak a kérelmezése, hogy különálló lehessen az első szerb osztály is. A magyar nyelvű első osztályosoknak a tanfelszerelést a Magyar Nemzeti Tanács biztosítja, csökkentve ezáltal a családoknak az iskola kezdési költségeit. Viszont a tankönyveket ugye azt mindenki a saját költségére vásárolja, elég nagyobb összegről van szó, de hát nyilván mindenki ki kell, hogy ezt szólja. Hát ilyenkor ugye a tankönyvek egy húzós összeg, de hál' Istennek ugye kapjuk az iskolatáskát, úgyhogy annak nagyon örülünk, meg az egyéb kis felszerelésnek is. Hát a tankönyv és összvíz talán ilyen 10 000 dinár körül, azt hiszem. A község iskoláiban nem sztrájkkal kezdődik meg a tanév holnap, mondta Szepesi Zoltán igazgató.